Először rendezett a Ceglédi Tankerületi Központ Ki mit tud versenyt a térség diákjainak. Fodor Gábor a tankerület igazgatója arról beszélt, honnan jött az ötlet, hogy megvalósítsák ezt a megmérettetést. Gyerekkori nosztalgiából. Én magam olyan iskolában jártam, ahol szokás volt minden évben Ki mit tudott rendezni, és mindig felléptünk az osztályába, vagy később aztán egyénileg. És azt láttam, hogy ez nagyon komoly segítséget nyújt a tanároknak a nevelésben. Hiszen egyrészt közösségi életre nevel, másrészt egymás tiszteletére nevel, harmadrészt pedig értéket teremt. És azzal, hogy a pedagógusok nem csak az órai munkával, hanem ezzel is segítik a diákok fejlődését, azt gondolom, hogy nagyon sokat támogatnak rajta, és nagyon sokat segítenek a gyerek későbbi életén. Nekem rengeteg kellemes emlékem fűződik ezekhez a versenyekhez. És azt gondoltam, hogy miért ne adhatnánk meg tankereti szinten ezt az élményt a gyerekeknek. Nagy a lelkesedés, hiszen majdnem 500 versenyző vesz részt a versenyen. A szakmai zsűri 126 produkció közül dönti el, melyek kerülhetnek be majd a döntőbe, mondta Fodor Gábor. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy rangja és magas minősége legyen a Ki mit tudnak, ezért a zsűriben olyan embereket hívtunk meg, próbáltunk megnyerni, akik országos hírű és tehetséggondozásban is ismerős kollégák. Ilyen például Sárik Péter, Banai Szilárd, Terék József, és ugyanígy jön hozzánk két tankert igazgató is, akik egyébként meg művészek, a Verebe Jákos, aki a Váci tankerület igazgatója, és Török Szabolcs, aki pedig a Fehérvári tankerületnek az igazgatója. Egyetlen kritérium volt az, hogy 5 perc lehet maximum a választott előadás. Műfaji korlát nem volt. A bűvésztől kezdve a néptáncosokon át a magánénekre járókig mindenki fellép, hangsúlyozta az igazgató. Hozzátok azért jöttem én, hogy ide hozzam a csodát, mitől szelidebbé szépül a világ. Az egyik elődöntőt ma tartották az Abonyi Művelődési Házban, ahol a polgármester Pető Zsolt köszöntötte a gyerekeket és a felkészítő pedagógusokat. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt Abony városában, ezen a kiváló rendezvényen. Én magam nagyon örülök annak, hogy egy ilyen újszerű kezdeményezésnek adhatunk otthont, és egy térségi rendezvénynek adhatunk otthont. Én igazándiból egy ilyen 4 óra 20 perces beszéddel készültem erre a napra, viszont itt az idő előre haladtával, és látva, hogy mennyire izgulnak már a fellépni vágyók, így ezt rövidre fogom, és tényleg csak a köszöntésre szorítkozok. Én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és már azért gratulálok mindenkinek, hogy megméretteti magát ezen a mai rendezvényen. A 126 produkcióból összesen 30 juthat tovább majd a döntőbe, ami február 14-én lesz Cegléden. Fodor Gábor elmondta, a végső díjakat még nem tudják, de az az elképzelésük, hogy hasonló művészeti élményt adjanak a versenyzőknek, mint amilyen műfajban indultak.